A Duna már a kertek végében folyik Kisapostagon. A Dunai várostól 10 kilométerre délre található településen már a hét elején megkezdődött a védekezés. A tűzoltók is pakolták a homokzsákokat a kertek végében. Számos önkéntes is építi a nyúlgátakat. A Panoráma utcában lévő ingatlanok vannak veszélyben, hiszen itt a kert vége az ártér széle. Ahhoz szükséges, hogy nyúlgátat emeltek, amely ellenáll majd a folyónak a hétvégi tetőzéskor. Szemmel láthatóan folyamatosan emelkedik a vízszint, mondják a helyiek. Ahol 10 perce még el lehetett sétálni, ott már egyre inkább a víz az úr. Én megelőzően én már úgy gondolkodtam, hogy én lábakra raktam a kis nyaralómat, de itt vannak a szomszédok, akikért aggódik az ember, meg jobban van velük, meg jön és segít, ahogy tud. Úgyhogy hát félelmetes lesz az egész egy picit. Ekkora vizet én még nem láttam, 2013-ban nem voltam itt, de bízunk abban, hogy a szakemberek meg a helyi lakosok összefognak, és akkor minden jól alakul. A vízpartján lévő vendéglőt is igyekeznek megóvni Kisapostagon. Az épület körül szinte már minden víz alá került. Itt is sok önkéntes segítkezik. Az árvízi védekezéssel összefüggésben egy zöld számot hozott létre a kormány. Az árvízzel kapcsolatos lakossági információk kérhetők és bejelentéseket is itt lehet tenni, valamint a felajánlásokat is várják a zöld számon, amely a 0680 204 240-es számon hívható.